gyereknapi rendezvényen vagyunk most itt a városi bölcsödében. Igazából most fog még elkezdődni maga a program, de mióta tartják ezt a gyereknapot? Mondhatjuk, hogy már hagyomány az intézményünk életében ez a családi pizza party, amellyel igazán a gyerekeknek és a szülőknek is szeretnénk egy olyan délutánt adni, ahol pihenhetnek, ahol jól érezhetik magukat, és ez végül is egy nyárköszöntő rendezvény is egyben. És itt, hogyha jól látom, itt aztán minden van, de ezt hogyan tudják megvalósítani, és miből? Mert hogy azért ez nem egy olcsó mulatság, hiszen egészen este nem is tudom, meddig fog tartani? Addig, amíg jól érezzük magunkat, mindenképp kellemes környezetben lehetnek a gyerekek, és amíg ők jól érzik magukat, itt vagyunk, hogy hogyan lehet megteremteni egyrészt a szülők segítsége, amit ezúton is köszönök, másrészt pedig a beszállítóink, akivel a partneri kapcsolatban van a bölcsöde, azok mindig segítenek a rendezvénynek a lebonyolításában, illetve ebben az évben segítséget kaptunk Markó Timre polgármester úrtól, alpolgármester úrtól, illetve a képviselő uraktól és hölgyektől, amit ugyanúgy szeretnénk megköszönni. Úgyhogy ebben a programban benne van egy kis ajándék is a gyerekeknek, azáltal, hogy amikor a családoktól délután este elköszönünk, akkor mindenkinek egy meglepetés csomagot is tud a bölcsőde adni. És ugye pizzapartiként is említette, itt sütik a pizzát? Igen, tehát mondhatnánk, hogy már országos hírú a bölcsődei hálózatban a Törökszent Miklósi pizzaparti. Igen, 700 adag pizzát sütöttünk, tehát most mondhatom azt, hogy addig, amíg el nem fogy, mindenkit szeretettel várunk és együtt elfogyasztjuk. Ha pedig már a szeretettel várásról van szó, akkor ugye a bölcsödei beiratkozás is folyik egészen június 30-áig. Röviden kikírathatják be ide gyermekeiket, és azt is tudjuk, ugye, hogy időpont egyeztetés szükséges ehhez elérhetőséget. Igen, már elkezdődött a beiratkozás, nagyon sok szülő jelezte már igényét, illetve meg is beszéltük az időpontot. Én azt mondom, tehát minden család, akinek szüksége van bölcsődei ellátásra, azért, mivel munkába áll, vagy bármi olyan problémája van, amikor szükséges, hogy a napközbeni ellátást igényelje, jöjjön el hozzánk, és megpróbáljuk mindenkinek az igényét maximálisan kielégíteni. Az elérhetőségünk egyrészt e-mail cím, ami egy nagyon kényelmes, illetve telefonszámokat tudok mondani. A bölcsödének a telefonszáma 392-51, illetve egy mobilszám 20-as 777-8503. Köszönöm szépen, és nagyon szép napot kívánok a gyereknaphoz. Mi is köszönjük, és érezzétek jól magatokat. Szeretnénk ezzel a kis kedvességgel megköszönni az egész évben végzett munkát. Mi pontosan tudjuk azt, hiszen a gyermekeink közül is kettő ugye itt ide járt a bölcsödébe, és reméljük, hogy a harmadik is ide fog járni. Ez majd a nyár végén el fog dőlni. Ezzel a kis ajándékkal szeretnénk hozzájárulni a gondozónénik öröméhez is, illetve a gyermekek öröméhez is, hogyha eltetszik tőlünk fogadni, akkor és használatba venni első biztos, hogy sorban. Biztos, hogy használni fogják jönni a gyerekek, mert úgy látom, labda van benne, és pont labdára lett volna szükségük. És még van szükségük. Egy kis mokozójáték is. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szívesen. Jó helye van. Nagyon szépen köszönjük.